Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ma július 4-e a szabadságnapja. Igaz, hogy nem nálunk, hanem az Amerikai Egyesült Államokban. Ezen a napon ünneplik a Nagy-Britanniától kikiáltását. Napot piknikekkel, grillpartikkal teszik örömtelivé az óceán túlsó felén élők. Közülünk azok, akik szabadságon vannak, csatlakozhatnak hozzájuk a szabadtéri sütésfőzésben, persze csak hogyha a változékony időjárásunk megengedi. Mai műsorunk összeállításakor mindenképpen nézőink szórakoztatását tartottuk szem előtt. Először is folytatjuk a Vega videósorozatunkat, majd az elmúlt hét esemény összefoglalója a heti krónika után ifjúsági műsorunkat, a Fekete Bárányt lát. Főzzünk ma egy ebédet? Igen, szívesen segítek. Köszönöm Mi lesz szépen. Ma? Ma rakott párolt káposzta lesz. Ez egy kicsit olyan, mint a kolozsvári káposzta, igen. Csak hús nélkül. Hús nélkül és friss káposzta. Friss káposztából. Igen. Így, itt van a káposzta, legyaluljuk, de mielőtt neki fogunk a káposztának, oda teszem a szója granulátot, hogy a forró vízbe meg egyet felfőjön, hogy aztán tudjuk tovább használni. Háromféle szója készítményt lehet kapni, amit húspotlóként lehet használni. A szója granulát, az a darált hús potolja, van a szója kocka, és akkor van a szója szelet. Az eredeti, amiből ez minden készül, a szójababból. Volt alkalmam Kolozsváron a gyárba megnézem, hogy hogy készül ez az egész szója textúra. Érdekes dolog, de nagyon hangos. Úgy, mostan ide tesszük a szójagranulát. Egy kis vegetát tettem a tetejére, és ide belekavarom, és akkor felteszem ott hátul a kályhán, szép lassan megfő. Ez a forró vízben nagyon hamar kidagad. És akkor mostan legyaluljuk a káposztát. Erzsike néni, mesélnél nekünk egy kicsit arról, hogy milyen edényeket jó használni a konyhában? Hát a legjobb edények az üvegedények. Ami a jénai. Igen, a jénai edény. Akkor az inox edények, ezek a fém edények, és az agyagedények, ezek is nagyon jók, mind jobban is jobban jönnek használatba. Meg vannak a teflon edények is, nagyon jó, hogyha az ember olaj nélkül sütni szeretne valamit, csak ezeknél az edényeknél nagyon fontos, hogy nem szabad soha fém kanállal az edénybe dolgozni, mert ha megkarcolódik és a teflon megsérül, akkor nem szabad már használni az edény, mert az alumínium nagyon mérgező. Mikor arra gondolok, hogy régebb alumínium edények voltak,
szerették az emberek, mert nagyon hamar főtt benne, és jól lehetett sütni is benne, de nagyon veszélyesek. Sőt, az alufóliát se jó használni főzésnél vagy sütésnél. Most oda fogom tenni a káposztát dinsztelni. Egy kis paprikát és egy kis hagymát reszelek meg hozzá, mert ez jó ízet ad a káposztának. Úgy, ahogy mondtuk, többféle zöldséget használni mindig. Persze nem jó, hogyha túl sokfélét használunk. Hármat, négyet lehet mindig használni, és a szín, arra kell vigyázni, hogy egy kicsit színjáték legyen. Betesszük most, hogy dinsztelődjön. Így. Nem maradt. Mennyi ideig fogod dinsztelni? Ameddig megpuhul. Attól függ, 20 percig körülbelül. Itt van a fedő, lefedjük. És most hagyjuk dinsztelni, és addig megnézzük, hogy mi lett a szójagranuláttal. Igen, lássuk. És akkor el fogjuk készíteni a rizset. Így. Fakanalat vegyük. Igen, el van készülve. Előre dinszteltem a hagymát, a sárgarépát, a paprikát, úgyhogy bele fogom ide tenni a forró granulátot. Természetesen mindent olaj nélkül dinszteltem. Ezt mindig úgy szoktam dinsztelni, hogy az olajat ne hevítsen. Ez nagyon-nagyon fontos az én részemre, és gondolom, hogy senkinek nem árt. Lehet olajat használni, de mindig a hidegen préselt olajakat használjuk, nem a rafinált, a tisztított olajokat. Abba több a tápanyag is, és egészségesebb. Így a petrezselymet tesszük bele, és akkor most belekavarom a rizset is. A rizs pedig mindig hántatlan rizset használjunk. Sokkal nagyobb haszna van a szervezetünknek belőle, mert jó emésztést ad, és sokkal több a vitamin benne, mint a lássuk. Szükségünk van az egészre, vagy? Mikor megmarad egy kis rizsem, vagy gabonafélém, abból mindig mikor tejfölt készítek, vagy jobban mondva szójatejfölt, szójakrémet, ezeket mindig akkor felhasználom. Aval sűrűsítem be, és akkor nem marad maradék. Tehát mindent föl lehet használni. Meg úgy is szoktam csinálni az ételmaradékokat, ami egy második nap nem lesz megéve. Azokat szépen veszem, összetudmixolom, felértékelem őket, és akkor fasírtot sütök belőle. A fasírtot azt nagyon szereti a családom, és akkor megvan éve akármilyen étel maradék. Na így, a rizs megvan. Na most azt hiszem, már meglett a káposzta. Most egy kicsit ízesíteni fogom. Egy kis borsikafűt teszek hozzá. Így, és egy kis kaprot. A kapor olyan jó friss ízet ad neki. Így, és egy kis szójaitalt teszek hozzá. Lehet így kapni külön, hogy szójaital az üzletekben? Persze, most lehet mindenféle italt kapni. Különböző minőségű, meg ízű, gyümölcs ízű, vanília ízű, semleges, mindenféle. Így. Most ez megvan. Így ebbe a tálba rakjuk. Először teszek egy sor káposztát. Így.
Erzsiken, én édes káposztát használtam, mivel savanyítottad, vagy egyáltalán savanyítottad-e? Savanyítottam citromlével. Így, és most rátesszük a rizset. Ez nem annyira forró. Egy pillanat, tartom én, hogy jó. Tudjam. A rizsbe dinsztelt hagymát tettünk, amit persze mindig vitos vízbe dinsztelek. Mikor dinsztelt dolgokról beszélek, mindig vízbe nem hevittem az olajat. Akkor paprikát, sárgarépát, zöld petrezselymet és a szója granulát. Látod, milyen szép színe van? Nagyon jó lett. És fogadjuk, hogy valami kis zöldet fogod díszíteni. Igen. És feketével is. Maszlinával? Igen. Volna kedved ma kidíszíteni az ételt? Igen, bevállalom. Próbáld meg, csak egy kis bátorság kell hozzá. Egy kis szójakrémet kellett volna tegyek ide rá. Ezt tejföl helyett használjuk, igaz? Így jól van, aztán a tetejére teszünk még egy kicsit. Így. Locsold rá az egészet a tetejére. Azt hiszem, hogy a szüleim nagyon fognak örülni ennek, hogyha ezt így látják. Végre a lányuk a konyhában tesz be ezt. Tehát meglepetés lesz, ugye? Igen. Legalább filmesként bejutott el a konyhába. És akkor először zöldet díszítsem? Igen. Hogy legyen? Ahogy akarod. Ezeket így szórhatom? Körülötte, persze. Szórhatod, igen. Nézd meg. Jól néz ki a... Jó. Most még adok valamit szórni. Ja, igen, ez a titokzatos, mindentudó szezámmagos. Szórhatod a kezeddel, mert jobban tudod szórni. Ó, nem is olyan nehéz ez. Ugye? Mondom, hogy csak egy kis bátorság kell. Meg lehet ezt tanulni és szokni. Tehetek többet, igaz? Hát persze. Maszlira egészséges. Szánkóznak. És akkor itt van félig készen a párolt rakott káposzta. Jó étvágyat kívánunk. És most elakjuk előbb a sütőbe, hogy tökéletes legyen. A következő percekben...